Ha valaki 5 éven át napi 1 órát fordít a tanulásra, akkor 5 év múlva egy szakértő lesz. Ha nem fejlődünk, akkor egy helyben állunk. Ma a tanulásról alkotott képedet fogom átalakítani, és a vlog végén bemutatok néhány trükköt, hogy hogyan tudod megtalálni a saját tanulási módszertanodat, ami neked fekszik a legjobban, és ehhez nyilván jönnek a lifehack-ek. Magyarországon a következő a probléma, legalábbis az oktatási rendszerrel, hogy folyamatosan bele akarják verni a fejünkbe azt, hogy kell tudnunk, nem gondolkodásra és a kis elemek puzzle-ok összerakására késztetnek, hanem egyszerűen az van, amit ők megtanítanak, és neked be kell magolnod poroszosan. A kedvencem, hogy mit gondolhatott vajon a költő? Imádtam ezt a kérdést, honnan tudhatnánk? A lényeg, hogy sose hagyd abba a tanulást, folyamatosan fejlődj. Erről is lesz szó ebben a vlogban, de miért is van ez a vlog? Ki vagyok én? Hát... Engem Szántó Péternek hívnak, és a csatornám életében először napi vlogolok, ugyanis megjelent egy könyvem a HVG kiadásában. Az a címe, hogy Válj valóra, én márka, hatékonyságnövelés, lifehack-ek. És egy audiobook helyett meg, hogy milyen promót csináljak, úgy gondoltam, hogy mindegyik fejezetből készítek egy napi vlogot. Ez az, amit láttok. A lájgomb alatt a leírásban amúgy már ott is van a kedvezményes link, ahol meg lehet rendelni, illetve van hozzá online képzés is, ami ingyenesen kipróbálható. Minden a lájgomb alatt, de most indítsuk el a vlogot. Stílus számít. Hogy értem most itt ebben a kontextusban a stílust? Emlékszel a gimire, ahol a rossz tanulókat kb. Egyből leírták, pedig nagyon sokszor nem a tanuló hibája, talán nem is a tanárnak a hibája, hanem egyszerűen nem találták meg a számára megfelelő tanulási módszertant, vagy nem foglalkoztak eleget azzal, hogy számára érdekes módon adják át azt a tudást. Ez pedig legtöbbször a rossz tanulási folyamatra vezethető vissza. Szerintem a rendszernek a legnagyobb hibája az, hogy nem szán kellő időt és energiát, meg nincs egyszerűen ennek egy rendszere arra, hogy feltérképezze a diák számára legmegfelelőbb tanulási módszertan. Ez az egész egy ilyen háromszögbe képzelhető el, hogy azt mondjuk, hogy megnézzük, hogy milyen módon vagyunk a leghatékonyabbak, aztán elkezdünk tanulni, és fejlesztjük ezt az egészet. Tehát hatékonyság, tanulás és fejlődés. Hogy egy nagyon egyszerű példát mondjak, nem csak az órákon, vagy olvasva egy könyvet, vagy a jegyzeteket lehet tanulni, hanem lehet hallás útján, lehet különböző vizuális segédletekkel, de például ami nekem legjobban bejött, és szerintem a leghatékonyabb, vagy mindenféleképpen a kis puzzle-ök része kell, hogy legyen, a bevonáson keresztül való tanulás, hogy amikor nem csak egyoldalú, egyirányú kommunikációba elmondják a dolgokat, hanem mi is tényleg megérthetjük azt, hogy mi miért van, hogy működik, és ezt átgondoljuk, és az átgondolás, az átélés által értjük meg. Rakd össze a puzzle-t, tehát találd meg a számodra legmegfelelőbb módszereket, ezeket ugye el is fogom itt mondani, és fejleszd minél magasabb tökélyre az egész számodra a leghatékonyabban működni, úgyhogy a tudás elsajátítása az ne egy ilyen szükséges, rossz, meg egy keserű szájízű folyamat legyen, hanem élvezd magát a folyamatot. Zaj vagy csend? Valaki imád zajban tanulni, valaki meg a totális, semmilyen disztrakció, bármi zavaró dolog már kizökkenti az egészből. Te milyen vagy? Az, hogy te kávézóban, vagy zenét hallgatva, otthon, könyvtárba tanulsz, nem egy jó vagy rossz döntés, hanem ki kell próbálni. Én például az egyetemen
három tudtam bontani a tanulási folyamatomat, és valamikor az egyik, valamikor a másik működött. Például én imádtam könyvtárba, csoporttársakkal, barátokkal tanulni, és akkor úgy láttam, hogy a másik is tanul, akkor nekem is tanulnom kell, és ezáltal még motiváltabb lettem. Na most, hogyha nem ez a steril környezet kellett, akkor pedig kimentünk egy kávézóba, és imádtam a kávézónak azt a, nem is zajnak nevezném, hanem egy ilyen nagyon jó morajlása, kb. Dallama, zenéje van, amin az a kis nyüzsgés inspirált engem, hogy ittunk egy jó kávét, megint egymás mellett tanultunk, akár laptop, jegyzet, csere, kérdezünk egymástól. Nagyon sokat segített, de amúgy volt egy másik szintje is annak, hogyha a kávézóban szerettem volna tanulni, vagy ott voltunk, ami pedig az, hogyha a kis fülesemet megfogtam, és elkezdtem zenét hallgatni, és akkor láttam, meg ott volt a vibe, meg kávézhattam, de a kedvenc fókuszáló zenéim mentek be, amikor én nagyon-nagyon vagy lemerült voltam már, kifulladtam mindentől, akkor egy barátomnak, Sipos Andrisnak a bandájának, a Nuke-nak ilyen hard rock, illetve úgy nevezik, hogy post-industriális motorkor, a Never Gonna Breakdown című számát hallgattam, ez kb. Egy államvizsgára készülésnél, and I didn't break down. Ma már nagyon könnyen hozzáférünk az információhoz, hiszen ott van a zsebünkben a telefonunkkal, hogyha van egy iPadünk, tabletünk, könnyen elő tudjuk venni, de még a notebookunkat is. Az egyik mentorom írt egy könyvet, és konkrétan annyira benne volt, amikor a postára elment, nem tudom, feladni valamit, amíg várakoznia kellett, addig is elővette a notebookját, és abban az 5-10 percben is írta, mert benne volt a flow-ba. Tehát az a cél, hogy találjuk meg, találd meg saját magadnak azt, hogy hol van az az információszerzési helyszín és körülmény, amiben te a legelmélyültebben és fókuszáltan tudsz dolgozni. Tedd hatékonnyá a tanulás folyamatát. Közben hazaértem, és még nem a lifehack-eknél tartunk, mindjárt oda jutunk, de amúgy ez lesz a setupom arra, hogy a lifehack-eket beszéljük, még teljesen nincs kész, de már ott van mögöttem, tök jó ez a polc, meg minden, úgyhogy meg egy kis világítás, itt is bevilágítom magam, úgyhogy ez egy ilyen félkész állapotnak a tízere, meg úgyis be fogom mutatni az egész, hogy hogy készült. Na de, beszéljünk arról, hogy a kulcs az nem a magolásban, vagy a ráfordított időben rejlik, hanem az okos hozzáállásban. A könyvben erről nagyon részletesen írok, de például, hogyha nincs kedved tanulni, akkor ne erőltesd magadra, mert úgysem fogod magad tudni rávenni, és nem fogsz olyan hatékonyan, olyan szájízzel az egészbe belevágni, vagy ott akár órákat eltölteni, és ugye előbb mondtam, hogy nem az órák azok, amik számítanak. Ehelyett inkább alakíts ki a megfelelő rutinokat, hogy mi az, ami neked működik, hogy szeretnéd ezt az egészet te csinálni, hogyan tudsz a megfelelő tudatállapotba kerülni, és aztán csináld úgy, ahogy neked jó. Tekints az egészre úgy, mint egy kihívás. Nézd meg, hogy az életedben mik működnek, és aztán próbáld, ahol érzed, hogy szenvedélyes vagy, hogy lázba hoznak a dolgok, hogy izgatottan vágsz bele a dolgokba, azt az érzést átültetni, és valahogy azt a folyamatot a tanulásba átvinni. Én például sokszor azt csinálom, hogy megnézek egy inspiratív videót, vagy egy TED Talkot, vagy felhívok valakit és beszélgetek, és egyszerűen annyira felpörgök ettől az egésztől, hogy már olyan tudatállapotba kerülök, hogy most van kedvem valamit csinálni. Mi legyen az a valami? Jaj, tanulnom kell, vagy fejleszteni szeretném magamat, benne vagyok a flow-ba, úgyhogy elkezdem magam fejleszteni. És hogy mindezt hogy érdemes csinálni, milyen ütemezésekben, a GTD-ről, a Get Things Done-ról már beszéltem, ide kattintva meg is nézheted, ott részletesen elmondom, hogy mi ez, most nem térek ki rá, de egy üzenet fontos. Ezt a tanulásban is tudod alkalmazni. Annyit még ehhez hozzátennék, hogy rengeteg New York Times bestseller író is a sok 100-300-400 oldalas könyvét úgy tudja az elején, mint egy projektet kezelni, hogy nagyon kis részletekre bontja, és mindig csak egy adott fejezetre, vagy egy adott feladatra fókuszál, és pont ez a GTD-nek a lényege. Aztán egy másik módszer, hogy
találd meg azt, hogy mi az, ami motivál az adott tárgyba, és ezt a motivációt, ezt a belső erőt használd fel arra, hogy hatékonyan tudjál tanulni. De ez akár lehet egy ilyen fordított pszichológia is, ha például gyűlölöd azt a tárgyat, hogy baromira nincs kedved hozzá, akkor pont az a motivációd, mert ugye meg kell csinálni, hogy egyszerűen az motivál, hogy na jó, ezt le tudom, kész vagyok vele, és aztán csinálhatom azt, amit amúgy szeretnék. Akkor ez a motivációd. Na jöjjenek a lifehack-ek. Az első az például az, hogy a tökéletes koncentráció elérése érdekében használd a mindfulness-t, erről is már volt szó, hogy egy ilyen nagyon nyugodt, fókuszált állapotba tudj kerülni. Ha valamit mégis magolnod kell, vagy memorizálnod, akkor szerintem egy nagyon így áttekintett, vagy nem komolyan vett eszköz tud lenni a vizuális eszközök, mint egész, mint módszertan arra, hogy ha valamit szeretnél bemagolni, párosíthatod dolgokhoz, például nevekhez, helyszínekhez, zeneszámokhoz, és ezáltal lehet, hogy jobban tudod megjegyezni, például évszámokat kell tanulnod, hallgass meg a kedvenc zenekarodnak a kedvenc albumát, úgyis kívül tudod a számokat, és mondjuk a 12 szám van a albumon, akkor mindegyik számhoz rendelsz egy évszámot, és hogy hallgatod és minden, akkor így hozzá tud jönni, sokkal könnyebben össze tudod asszociálni a kettőt. Tessék, szuper hack! Van egy dolog, amit mindig is ki akartam próbálni, úgy mesélek erről, el kell mondanom, hogy még nem próbáltam ki, de egy olyan arcként, aki mindent elfelejt, semmire nem emlékszik, annyira jó lenne, hogyha előadásokon, megbeszéléseken, beszélgetésekben egyszerűen vissza tudnám hívni azt, hogy pontosan mi történt. És az Evernote és a Moleskine kifejlesztette egy olyan okos tollat, illetve vannak olyan jegyzetelő alkalmazások, azt hiszem a Microsoft OneNote ilyen, meg a Notable, de amúgy Google a barátotok, arra kell, azt kell beírni, hogy olyan jegyzetelő alkalmazást kerestek, ami hangot is felvesz, és a hangot úgy veszi fel, hogy amikor gépelsz hozzá, vagy amikor jegyzetelsz hozzá, akkor odaugrik az adott részre. Most gondolj bele, hogy mondjuk vagy egy tárgyaláson, jegyzeteld a fontos dolgokat, de elhangzik valami, reagálnod kell, nincs időt felírni, vagy ugyanez igaz mondjuk egy előadáson, hogy nagyon körmölöd le a dolgokat, de nem mindent tudsz leírni, akkor ezeknek az okos eszközöknek, meg jegyzetelő alkalmazásoknak köszönhetően, mi is hangzott el itt, és rámész, és meg egy fél perccel előttétől elkezded visszahallgatni, és ott lesz pontosan, hogy mi hangzott el. A digitális kornak az előnye, hogy a memória nélküli embereknek is lehet memóriájuk. Két lifehackünk maradt. Az egyik az az, hogy akár másokkal is beszélgethetsz a témáról. Tehát amit tanulsz, akár tanulótársaid, de így, mint ahogy arról beszélgettek, hogy milyen volt a tegnapi meccs, vagy hogy mit láttatok a neten. Beszéljétek át, mintha egy izgalmas téma is. Aha, azzal mi volt, az hogy van, az miért így, és úgy alakul, és ahogy átbeszélitek, mint egy megint egy motiváló, jó baráti beszélgetésben, ez is össze tud hozni különböző kapcsolatokat az agyba, hogy jobban tudjál memorizálni dolgokat. Aztán ott van valami, amit nagyon bánok, hogy nem próbáltam ki jóval korábban, főleg amikor egyetemre jártam. Amikor egy adott tárgyból készülnöd kell, akkor készíts belőle mondjuk egy blogbejegyzést, vagy írj egy cikket, készíts prezentációt, ugyanis azzal, hogy nem csak befogadjuk az információt, hanem azt egy rendezett formába ki is adjuk magunkból, nyilván jobban meg kell érteni az összefüggéseket, meg eleve időt töltünk vele, ugye azt is szokták mondani, ezt még lifehackként sem kell remélem említeni, hogy csak azzal, ha valamit jegyzetelsz, nem tudom hány százalékkal, de több 10%-kal növekszik a megjegyzésnek a valószínűsége, meg az eredményessége. Úgyhogy ahogy tanulsz valamit, készíts belőle mondjuk egy cikket, prezentációt, és ezáltal még jobban el tudod sajátítani az anyagokat. Mára ennyi. Holnap egy nagyon izgalmas téma, igazából erre valahol rá is épül, meg említettem, tárgyalások, meetingek lesz a téma. Úgyhogy ha ma találkoztunk először, és még nem vagy feliratkozva, de tetszett, amit itt láttál, akkor nyomj rá a feliratkozás gombra, és mellette a csengőre is, hogy ne maradjál le. Valamint menj át Instára, néha ott is posztolok, meg a like gomb alatt megtalálhatod a könyvemet, már meg lehet venni, nálam egy kedvezményesebb áron meg van egy akció is, azt nézd meg a vajvalora.hu-n, illetve kapcsolódnak ehhez online képzések is, amit ingyen ki lehet próbálni, ugyancsak a like gomb alatt megtalálható. Köszönöm szépen, hogy végignézted és itt voltál, még egy kérésem lenne, hogyha úgy gondolt, hogy ez a tartalom megfogott vagy inspiráló volt, akkor küldd el valakinek, vagy oszd meg olyanokkal, akiknek úgy gondolt, hogy hasznos lehet, remélem, hogy még találkozunk. Sziasztok!